Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Folytatódik a buszpark fiatalítása a DKV ZRT-nél. A társaság autóbusz flottája ugyanis újabb 10 korszerű járművel gazdagodott a héten. A most forgalomba állt járművek annak a programnak a részeként érkeztek a vállalathoz, amelynek során összesen csaknem 120 új busz váltja a régebbieket. Hol tart most a flotta megújítás folyamata? Erről és aktuális közösségi közlekedést érintő kérdésekről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Tóth Szabolcs, a DKV ZRT vezérigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én is köszönöm. Vezérigazgató úr, mit jelent ez az újabb 10 busz? 2022 évben kezdtük meg a jelenlegi járműállomány cserét, itt a dízelflottát érintően. Összesen 119 darab autóbusz fogunk lecserélni 3 év alatt, 2022. januárjától 4. éves ütemezésben. A tavalyi évben 40 darab járművet cseréltünk le, ebből 30 darab szóló alacsony belépésű jármű került beüzemelésre, tehát 10 darab csuklós autóbusz. Az idejében a szóló autóbuszok cseréje folytatódik, az idejében a teljes szólóbusz állomány lecserélésre fog kerülni. Februárban 9 darab járművet vettünk át, Mercedes-Benz Connecto szólóautóbuszokat, illetve e hét kedden további 10 járművel gyarapodott az új járművek flottája. És hát a folyamat nem áll meg, ugye az idejében még 20 darab járművet fogunk lecserélni, szólóautóbuszokat, és jövő évben pedig 40 darab csuklós autóbusz cseréje fog folytatódni. Üzemeltetésben mit jelentenek ezek az új járművek a társaság számára? Hát egy jelentős üzemanyag takarékossággal számolunk, ugye ebben a gazdasági helyzetben ez egy nagyon fontos tényező. Tapasztalatok szerint, hiszen mert azért az elmúlt közel 1 év, 3 hónap alatt azért rengeteg tapasztalatot tudtunk gyűjteni a már lecserélt flottával kapcsolatosan. Ki lehet azt jelenteni, hogy mintegy 10 literrel kevesebbet fogyasztanak ezek az új járművek 100 kilométerenként. Ez nagyjából azt fogja jelenteni a teljes flotta cseréje után, hogy egy 24%-kal kevesebb üzemanyagot fogunk felhasználni. Éves szinten ez megközelíti a 900 ezer litert, amelyek kevesebbet fogunk használni, és hát ezzel párhuzamosan ugye a károsanyag kibocsátás is jelentős mértékben csökken, mint egy 2500 tonnával kevesebb széndioxidot fogunk kibocsátani a levegőbe. Ezek impozáns számok első hallásra is. Hogy fogadták őket az utasok? Milyenek az visszajelzések? Ugye a tavalyi évben egy alacsony belépésű járművel kezdtük, ott azért meg kellett szokni azt, hogy a harmadik ajtón azért van lépcső, de igazából ugye nem csorbult a kényelmi funkció, sőt egy nagyon jó járművet ismertünk meg a reform autóbuszokban, és ki lehet jelenteni, hogy ez a jármű fogyaszt egyébként a legkevesebbet szóló autóbuszok között, nyilvánvalóan az elektromos járműeket nem tekintve. Illetve azt lehet mondani, hogy ezek az új idejében beszerzésre kerülő, üzembehelyezésre kerülő járművek, teljesen alacsonypadlós, Mercedes-Benz Connecto járművek, 109 főt tud elszállítani egyidejűleg a szóló jármű. Én azt gondolom, ugye már 9 jármű üzemel is, és én azt gondolom, hogy az utasok nagyon szeretik ezeket az új járműveket, és mi is szeretjük, hiszen rendkívül megbízható járművekről beszélünk. Úgy tudom, hogy ezek közül már nagyon sok rendelkezik saját utasszámláló berendezéssel is, és ezekre most nagy feladat is hárul. Egész pontosan milyen munka is tart most a DKV-nál? Igen, a tavalyi évben az új flotta üzembeállásával, illetve a 12 darab elektromos autóbusz üzembeállásával, azokon 4 darab járműben talált utasszámú berendezés, de a dízelflottával kiegészülve több mint 40 járművön, azaz a járműállomány közel 1/3-án találhatóak utasszámú berendezések. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt közel több mint 1 év folyamán közel 80 ezer járatot mértünk meg, és figyeltük az utas mozgást, figyeltük azt, hogy mely megállókban van jelentősebb utasforgalom, hiszen erre is alkalmas ez a szoftver. Ezeket az adatokat folyamatosan dolgozzuk föl, és az esetleges menetrendi módosításoknál nyilvánvalóan ezeket a számokat figyelembe vesszük. Itt ezek az adatok nyilván arra is jók, hogy mely útvonalakon kell esetleg szóló, vagy elég a szóló, melyikre kell esetleg csuklós buszt, csak laikusként kérdezem, vezényelni, de azon túl jó lehet arra is, hogy esetleg korrigálni valamely útvonalon. Vannak-e ilyen tervek önöknél?
Igen, nézzük azokat a lehetőségeket, ahol optimalizálni tudjuk a menetrendet, tehát nézzük azokat a járatokat, ahol valamelyik időpont kevésbé kihasznált, vagy zsúfoltabb, és nyilvánvalóan itt próbáljuk ütemezni úgy, hogy magasabb kapacitású járműveket vezényeljünk azokra a járatokra, illetve ahol nincs erre szükség, oda pedig az alacsonyabb kapacitású járműveket tudjuk vezényelni. Ez a rendszer tényleg nagyon összetett és nagyon sokféle forgalmi adat előállítására képes. Ahogy említettem, közel 80 ezer járatot sikerült megmérjünk az elmúlt időszakban, hát ezek elemzése biztos, hogy időt vesz majd igénybe részünkről is. Covid után, energia miatti korlátozások után, talán már mondhatom így, hogy után, hogyan alakultak a korábbi utasszámok, mi a helyzet most, miben bizakodik a vezérigazgató a következő időszakot tekintve? Igen, hát a közlekedési ágazat azért egy jelentősen érintett ágazat volt mind a Covid, mind az energiaválság időszakában. Elmondható az, hogy a 2019-es utasszámokhoz viszonyítva bizony 2020 évben a Covid megjelenésekor az utasszámok, a fizető utasszámok volt olyan hónap, hogy 30%-ra estek vissza. Hát innen indult el az utasszám növekedés. Még mindig nem tartott, mint 2019 évben, de nagyságrendileg a 90% az utasszám jelenleg a járatainkon. Folyamatos a növekedés. Még egy olyan dolgot hozott magával a Covid, ami egy érdekes és előre nem várt változás volt, ez pedig az, hogy a készpénzmentes fizetések aránya, az online vásárlások aránya is jelentősen megnövekedett. Ki lehet azt jelenteni, hogy ma már többen vásárolnak bérletet online módon, tehát 50% feletti a bérletvásárlás módja, így míg a jegyek esetében már 30%-ot is elértük ebben az arányban. Igazgató úr, május 1-e egy fontos nap lesz, árváltozás. Igen, hát az előbb említett okok miatt ugye, energia helyzet és üzemanyagárak alakulása miatt, de mondhatnám a bér emelést és egyéb szolgáltatások díjainak a infláció követő változását, tehát mi is arra kényszerülünk, hogy május 1-től tarifát módosítsunk, emeljük az árakat. Ez egy 14,7%-os emelkedés lesz. Szeretném azt megjegyezni, hogy a környező nagyvárosok is hasonló lépéseket tettek meg sajnálatos módon. Ez azt jelenti, hogy egy dolgozói bérlet május 1-től 8650 forintba fog kerülni, ugyanakkor megtartottuk annak a lehetőségét minden bérlet típus esetében, így a dolgozói bérlet esetében is, hogy elektronikus úton történő vásárláskor ez egy kedvező bár legyen, 8350 forintba fog kerülni a dolgozói bérlet online vásárlásra, és a diákok és a nyugdíjasok 4990 forintos bérletet tudnak majd vásárolni. Itt is van egy kedvezményes ár, 4800 forintért tudják megváltani online a jegyüket. Van egy jelentős változás még május 1-től a tarifarendszerünkben, hiszen a vármegye bérletrendszere a helyközi közlekedésben meg fog jelenni. Ehhez nekünk alkalmazkodni kellett, ezért hóközi bérlet bevezetésére kerül majd sor május 1-től. Ez azt jelenti, hogy a hó bármelyik napján megvásárolhatja az utas a bérletet, és a következő hónap adott napját megelőző nap üzemzárásáig érvényes lesz a bérlete. Ezzel tudunk csatlakozni a helyközi bérlet konstrukcióhoz. Vezérigazgatóra 14,7%-os emeléssel Debrecen a többi megyei jogú városhoz képest hol áll, nem beszélve a fővárosról? Nagyon változó a jegy és bérlet ár Budapest fővárosunk esetében és a nagyvárosok esetében. Igazából szolgáltatás szempontjából mi inkább Miskolc és Szegedhez hasonlíthatjuk magunkat. Azt lehet mondani, hogy az áremeléssel sem érjük el azt az ár színvonalat, amelyen ez a két város jelenleg dolgozik, és hát hallhattuk a hírekből, hogy további áremelésre kényszerülnek más nagyvárosok. Igen, Szegednél még durvább számok jöttek ki. Igen, ott a január 1-től, 2024 január 1-től 9600 forintba fog kerülni egy dolgozói bérlet.
Vezérigazgató úr, miben reménykedik? Látható-e már, ha fogalmazhatom így, az alagút vége? Mikor normalizálódhat akár csak mondjuk az üzemanyag piac? Tudom, hogy önök nyilván egy másabb áron kapják, mint mondjuk az átlag autós vagy felhasználó, de látni-e már valamit a kilábalás során? Hát nagyon reménykedünk abban, hogy az üzemanyagárak mostan látott csökkenése, azért ez egy tendencia lesz, és marad alacsonyabb áron az üzemanyag. Az energiárakban egyelőre nem látunk úgymond elmozdulást, nekünk erre teljes évre szerződött árunk van. Ennek ellenére május 1-től a villamos pótlózást, autóbuszokkal történő pótlózását megszüntetjük, és újra villamosok fognak járni hétvégén, és hát keressük azokat az optimalizás lehetőségeket, ahol a busz menetrendjén is tudunk az utazási elvárásokhoz jobban alkalmazkodva közlekedni. Követési időkben terveznek-e, látható-e már előre valami fajta változás? Terveink vannak, de ezt nyilvánvalóan még meg kell vizsgálni, hogy ezeknek milyen gazdasági hatásai lesznek a mi költségvetésünkre. Tóth Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezt. Köszönöm szépen én is.